kereszt. Kisúban, kedves testvérek, úgy tudom, hogy egyedül a magyar nyelv az, amely a kereszténységet, Jézus Krisztus vallását egyedül a kereszt szóból, ebből a nagyon fájdalmas és szégyenteljes kínzó eszközből vezette le, vagy belőle származtatja. De tudjuk jól, és Szent Pál apostol figyelmeztet bennünket az apostolok cselekedeteiben, hogy a kereszténység, a keresztény az nem a kereszt szóból ered. Bármennyire is a kereszt hitünk legnagyobb jelképe, legelterjedtebb szimbóluma, de a Szent Pál apostol írja, hogy Antiókiában a keresztényeket nevezték el, illetve az Új Jézus tanítványait nevezték el először keresztényeknek, vagyis krisztusiaknak. Minden más európai nyelv a Krisztus szóból vezeti le a kereszténységet. És erre figyelmeztetnek bennünket a protestáns testvéreink is, akik bizonyára hallottuk, nem azt mondják, hogy keresztény, hanem keresztjén. Még véletlenül sem a keresztből származtassuk a hitünket. De, kedves testvérek, valóban semmi köze hitünknek a kereszthez, dehogy nem. A hitünk a mi életünk, és nem, de az egész életünk egy ilyen kereszt vagy kereszthordozás. Nem, de úgy vagyunk a keresztel, mint a mai evangéliumban Péter, hogy csak ez ne történjen meg. Nem, de úgy vagyunk a kereszthordozással, mint ami az Úr Jézus figyelmeztet bennünket, hogy minden nap fel kell venni a keresztet, mi pedig menekülnénk tőle, és elvetnénk magunktól. Mi a kereszt? A kereszt lehet egy betegség. Lehet egy ideig, óráig tartó betegség. Lehet egy olyan betegség, amely csak egy időre látogat meg. Lehet egy testi hiányosság, egy folyatékosság. De túl a testi bajokon van a keresztnek egy mélyebb értelme, amit nem akarsz, amit mástól irigyelsz. Amikor azt mondod, hogy a másodnak milyen jó, mert ő nem szenved így, meg úgy, akkor te keresztet hordozol, vagy jobban mondva nem akarod hordozni. Mi a kereszt a te életedben? Csak gondolj bele abba, hogy mi az, ami legtöbbször szembesít magaddal, amit leginkább kiiktatnál az életedből. Mi az, amiről azt mondod, hogy ha ez nem lenne, én lennék a világ legboldogabb embere. Mi ez a te életedben? Mi az, ami folyamatosan behúzza a kézi féket a boldogság utáni életedben, a boldogság elérésének az útjában? Mi az? Lehet irítség, lehet egy folyamatos aggodalmaskodás, lehet saját magadnak meg nem felelés, vagy elvárások. Mindannyiunk hordozzuk a keresztet, amely bennünket jellemez. És ezért nem lehet felcserélni. Mert lehet, hogy a másik éppen, másnak éppen ez nincsen. És lehet, hogy a másik kertje mindig zöldebb. De hidd el, hogy neki is, ugyanúgy, a másiknak is, akit irigyelsz, akinek könnyebben megy a munka, az élet, akinek könnyebben megy a tanulás, a párkapcsolati kérdése, ő is keresztet hordoz. Mi a kereszt a te életedben? Válasszunk meg ezt magunknak, és tudjuk jól. És a mai vasárnapi szentírások üzenete talán éppen arról szól, hogy hát a kereszténységet, bár nem a keresztből vonatkoztatjuk, de mégsem lehet elvonatkoztatni a kereszttől. Mégsem lehet Krisztust az ő keresztje nélkül elképzelni. Az egri érsek atya Telnyák Csaba egy pár évvel ezelőtt
bevezette azt, hogy a székesegyház hatalmas oltárára egy jó magas keresztet állított. És többen mondták, hát, hogy nem látják, hogy mi történik ott az oltáron. És mondta, az érsek atya, aki fertőszemiklósi származású, ott is a fájdalmas anyát, a fájdalommal teli anyát ünneplik pont a mai vasárnapon, a szeredi kápolna búcsúnapján. Ő mondta, hogy a kereszt nem lehet akadály. A kereszt hitünk közepe. És éppen testvérek, bár menekülni mi a kereszt előtt, és úgy, és olyan jól, olyan könnyen el tudnánk képzelni az életünket a kereszt nélkül, az Úr Jézus nem azt kéri a mai evangéliumban, hogy keresd a szenvedést, csupán egyet kér, hogy vedd fel a keresztet. Ne keresd a szenvedést, ne vállald önként a szenvedést, ahogyan ő tette, érted a keresztúton, hanem ami téged nyom, amitől szabadulnál, ami nyomaszt, ami gátol téged a szerinted való boldogulás útjában, azzal nézd szembe, és azt vedd fel. Mi lehet a kereszt? Bármi. Pár fogalmat felsoroltam az előbb, de úgy akkor még sorolhatnánk. Az igazság érzetem. Vagy hogy nem tudok megbocsátani. Vagy hogy folyamatosan szükségem van az emberektől viszont visszaigazolásokra. És sorolhatnánk. És ha ezeket nem kapom meg, hogyha nem elégítem ki a kereszt általi hiányosságomat, akkor érzem magamat úgy igazából semminek, rongynak, az utolsónak az emberek között. És akkor most nézzük meg három pontban, hogy az Úr Jézus hogyan tanít bennünket minden nap felvenni a keresztet. Mert kedves testvér, a keresztet bizony fel kell venni. Ahogyan elképzelhetetlen a kereszténység Jézus Krisztus kereszt nélkül, olyan elképzelhetetlen a katolikus templom tornya a kereszt nélkül, mi talán jobban szeretnénk szívecskével, vagy utolsó vacsorának a jelképével, vagy bármilyen más jelképe azonosítani, vagy helyettesíteni, a kereszt van, és világít már messziről. Hogyan kell tehát hordozni a keresztet? Nem jártam zeneiskolába, de a lelki atyák szokták mondani, hogyha a kottában ott van a keresztnek a jele, akkor az felemeli a hangokat. Lehet, hogy pontatlanul fogalmazok. De az első gondolatunk éppen az, hogy a kereszt felemel. Nézzük meg a mai nyugati civilizációt. Próbálja magától eltaszítani, elűzni a keresztet bármivel, főképp az anyagiakkal, hogy én majd az anyagiakkal megoldom a problémámat. Próbálja a keresztet megoldani, próbál egészségesen, hosszan élni, sőt, már a halált is kitolja a szociális otthonokba, a kórházakba, hogy ne is szembesülj vele. Régi és okos hagyomány, hogy nyitott koporsóval búcsúztattuk a halottainkat, hogy lássuk. És mi már ettől is úgy menekülünk, irtózunk. De kedves testvérek, a keresztet lehet dermakorral átszázni, de újra és újra vissza fog ütni, újra és újra megmutatja magát, és még fájdalmasabban arcul csap téged. Péter apostol a mai evangéliumban azt mondja, Jézus, te vagy a messiás, nem csak egy proféta vagy, nem csak keresztelő János, hanem több. Neked valamilyen különleges kapcsolatod van az Istennel, és te ezért nem hallhatsz meg, nem ítélhetnek el, nem szenvedhetsz. Péter is logikusan gondolkodik. Jézushoz, a messiáshoz nem illik a kereszt. De az Úr Jézus azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert nem emberi módon gondolkodsz. Miről van szó, testvérek?
A kereszt felemel. Felemel téged az Istennel való kapcsolatodba. Abba a kapcsolatban, amelyről az olvasmányban hallottunk, hogy maga ebben az olvasmányban bele láthatunk, bele ereszkedhetünk az Úr Jézusnak a szívébe, amikor szenved. Hogy Isten nyitotta meg a szívemet. Isten tanított. Isten kért meg, és én nem álltam ellen, hanem odafordítottam arcomat azoknak, akik tépáztak és leköptek, hátamat azoknak, akik vertek. És Jézus beleenged minket bepillantani, enged minket bepillantani az ő szenvedésébe. A kereszt, aki már hordozta a keresztet, aki vállalta, aki folyamatosan küzd maga ellen, tudja, hogy a keresztben tudunk igazából Istenbe kapaszkodni. Ilyenkor tudunk igazából nyitottak válni Isten hangja, Isten akarata felé. Ismerek egy papot, aki dadog. És az ő keresztje az volt, hogy hát az Isten miért engedte ezt meg? Ha egyszer meghívta őt, akkor miért adta ezt a beszéd hibát az életében? Szembesült saját magával. Szembesült azzal, hogy nem érti az Istent. És szembesült azzal is, hogy mint a papnevelő intézetben, mint még a hívek, sokszor kinevetik. Sokszor nem értik, sokszor furcsán néznek rá. De éppen a papnak, ennek az atyának a dadogása nyitotta meg ennek az atyának a szívét az Isten felé. Folyamatosan Úrra és Úrra az Istennel hadakozott. De az Istennel hadakozott. Nem hagyta nyugodni, hanem újra és újra Istentől várt válaszokat. A kereszt, testvérek, felemel. Nem lehet megoldani. Nem lehet ellökni, nem lehet elcserélni. De éppen ezért van benne isteni erő, hogy belevonsz téged Jézusnak a szenvedésébe, aki önként vállalta a halált. Belehúz téged az Úr Jézusnak, az Atyával, az Atyaistennel folytatott párbeszédébe, aki eldöki magától a keresztet, a hitét löki el magától, és ezért figyelmezted az Úr Jézus, aki meg akarja menteni életét, az elveszíti azt. Nincs kereszténység kereszt nélkül. A másik gondolata, hogy az Úr Jézus ma meg akar tanítani bennünket a kereszt hordozására, hogy a kereszt az hitelessé tesz. Hallottuk Szent Jakab apostolnál, hogy ha van hited, ha hiszed, hogy Jézus a Messiás, aki meghalt érted a kereszten, akkor ebből a hitből tetteknek kell fakadni. Nem lehet testvérek, hogy mi csak beszélő keresztények legyünk. Nézzünk a fájdalmas anyára, akinek a végrendelete, János evangéliumnak az elején az, hogy tehetek meg mindent, amit csak mond. És innentől kezdve a szűzanya csendben van. A szűzanya nem a szavak asszonya, hanem a tettek asszonya, aki még a kereszt alatt is ott tud állni, és aki együtt tud imádkozni a születendő egyházzal. A kereszt hitelessé tesz. Ha van hited, ha hiszed, hogy Jézus a Messiás, aki a kereszten meghalt, akkor a legnagyobb tett, hited legnagyobb tette nem lehet más, mint hogy te is felveszed minden nap a keresztet, és harcolsz önmagaddal, harcolsz a kereszt viseléséért. És ismételten csak visszatérek ennek az atyának a példájára, hogy hát egyszer mesélte, hogy amikor az egyik faluban prédikált, akkor, és ugye ott is észrevették rajta, hogy dadog, a szentmise után oda ment hozzá egy idős bácsi, és azt mondta, hogy atya, én azért viszem el önnek, amit mondott, mert itt dadogva is el akarta mondani. Vagyis, hogy az öröm nagyobb ennek az atyának a szívében, mint a dadogása. Éppen a kereszt tette őt hitelessé.
És ugyanígy nem akarok itt a magyar politikába belefolyni, de minden, még Felvidéken is ez van. Van Felvidéken egy párt, akinek a címerében ott a kettős kereszt. De éppen ez a párt az, aki a leginkább gyűröli a nemzeti kisebbségeket. Ez a párt az, amely a legtöbb széthúzást és szakadást váltja, hiteltelenné válik az általuk képviselt irányzat azzal, amit a címerükben mutatnak. Te úgy válsz hitelessé, hogy felveszed minden nap a keresztet. Nem azzal valami hiteles keresztényekké, és a világ bár eskújkolja belénk, de nem azzal válunk hiteles keresztényekké, hogy boldogan, könnyedén, mosolyjal vesszük fel minden nap a keresztet. Nem. Ez álca, ez csapda, ez a sátánnak a csapdája, hogy hősnek tekintsd magadat, hogy én milyen jól viselem a keresztet. És a másik? Azzal válsz hitelessé, hogy felveszed a keresztet, hogy elesel, és hogy újra felállsz, hogy újra felveszed. A világ, amely csak is úgy tudja elképzelni az életet, hogy csupa jeles, hogy minden jó, hogy te vagy a szuper, nem tudja felfogni, megmagyarázni, megenészteni, hogy te azzal válsz hitelessé, hogy elesel, és hogy felkelsz. Ez nem pszichológia, testvérek. Ez az élő Istennel való kapcsolat. És a harmadik gondolatunk pedig, hogy a kereszt túl azon, hogy felemel, túl azon, hogy hitelessé tesz, és megnyit téged a fele barát felé, mert hát a hitelesség az is hozzátartozik, hogy a kereszt megtanít téged együtt érezni azokkal, akik ugyanúgy hordozzák a keresztet. Ez az atya is, aki dadog, neki meg kellett tanulnia, hogy jobban oda kell figyelnie a másikra, hogy inkább ő hallgasson, és hagyja a másikat kibontakozni, vagyis a keresztből mindig a szolgálat válik. És tehát a harmadik gondolatunk, hogy a kereszt felemel, a kereszt hitelessé tesz, megnyit a szolgálatra, és a kereszt tanítvánnyá tesz. Mert durván hangzik az Úr Jézusnak a mai péteri korholása, távozz tőlem, sátán. De a görög szentírásban azt olvassuk, hogy állj mögém, sátán. Ha vonakodunk a kereszttől, milyen jelenséget okoz ez bennünk? Hogy én akarom megmondani az Istennek, hogy mi legyen. Hogy én akarom Jézust a magam képére alakítani. Hogy én akarom a keresztet a feltámadás zászlajával lecserélni. De nem. Jézus azt mondja, állj mögém, és kövess engem. A kereszttel való szembesülés, az elesés szembesít téged, hogy nem vagy Isten, hogy nem vagy tökéletes, és annyira sem vagy tökéletes, mint a melletted ülő. A kereszt folyamatosan a tanítványi létre hív téged. És ismételten ennek a dadogó atyának a példájára térek vissza, aki sokszor mondta, hogy hát mennyivel könnyebb lenne, hogy Isten, vedd el tőlem, majd én megmondom, hogy nekem mi a jó. De nem. Isten tudja, hogy miért helyezte rád ezt a keresztet. Hogy folyamatosan juttassa eszedbe, hogy nem vagy Isten, hogy nem vagy tökéletes, hogy ne nézd le a másikat, hanem legyél tanítvány, akinek mindig van mit tanulnia a mesterétől. Kedves testvérek, nehéz a kereszt, vonakodunk tőle, irtózunk tőle, de elképzelhetetlen nélküle a kereszténységünk. Arról ismernek fel bennünket, hogy keresztet hordozó emberek vagyunk. És ebben segítsen bennünket, ebben a mindennapi kereszthordozásban, abban, hogy a keresztben van az élet, mert a keresztben találkozol Krisztussal,
Isten végtelen irgalmával. A kereszt az az élet, amelyért mindenre képes vagy, amelyért képes vagy megtagadni magadat, amelyért képes vagy magadat is szinte elemészteni, felölölni, mert már a halálod, a mindennapi keresztfordozásodban ott az új, a mélyebb, a nagyobb élet. És ebben a keresztfordozásban segítsen bennünket Vörös Sándornak a Kereszt árnyékép című verse. A keresztnek felső ága égre mutat. Nagy örömhírt tudat. Itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad. Rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad. Kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága földre mutat. Vesződj, itt ás kutat. Lásd benne arcodat. Amen. Isten vezessen.